Visszajöttem. Szóval, azt mondtam ugye, hogy a következő részbe a állat tenyésztés farmingolást fogom megmutatni. Most tudom, azt kérdezitek, hogy kerültem onnan ide? Sétálva. Nos. Most miért dobtam el? Na, kezdjük a kerítéssel. Először az kell. Nagyon sok kerítés kell. Ahhoz meg rengeteg fa kell. Jézusom, hát az évekbe fog telni. Csak vicceltem. Ajadék vagyok, nagyon. Most ajadék kedvembe vagyok. Csinálunk jó sok kerítést. Bocsánat, csinálok. Sorry. My sorry. Ami egyébként azt jelenti, hogy enyém a sajnálat, de semmi értelme. Mindegy. Ebből majd meg lesz kis kapu. Ahhoz meg még majd fa kell. No. Usdj neki. Honnan kezdjem? Ah, meg is van. Innen. Két-három csirkével fogunk kezdeni. Megmutatom, hogy kell őket bevinni a ketrecbe tologatás nélkül, vagy nem kell tologatni az állatokat, hogy menjél ma! Ennek sokkal egyszerűbb módja is van. Hát ez nem a legelőnyösebb baltával ásunk ki. Na mindegy. Na szó. Na, így még helytakarékos is vagyok. Környezetbarát. Minden vagyok, csak környezetbarát nem. Ez a hosszú szünet nagyon megviselt, ez a tavaszi szünet, vagy milyen szünet volt ez. Ma is bemegyek suliba, azt hittem hétfő van. És majdnem kihagytam az első órát, de csak majdnem. Hoppá, hogy lesz így az ajtó? Jó. Még mindig nem érett meg. Majd ha sárgás lesz a teteje. Ilyen kis sárga golyók lesznek rajta. Á! Ezt ennyi nem fogom telepíteni. Na, hol van? Mi ez? Ajtó. Az nagyon fontos. Na jó, ennyi volt. Minek raktam ide kaktuszt? Sok eszem van. Na, most pedig kell mag. Hogy minek? Hát a csirkéket, nem, először is, minden állat egy bizonyos növényt eszik. A csirke például a magot. Bármilyen magot. És ha látják, hogy van nálam mag, akkor utánam jön az összes. Meg is mutatom. Kus, pofa be. Nem kotkodácsol. Így is mindjárt, mindjárt felrobban a fejem. Látjátok? Gyere pipi, gyere. Gyere én kis pipikém. De még kell még egy. Mert ha odadom neki a magot, ugyanis meg lehet vele eltetni. Minden állatot. Ó! Oh. Wow! Mi volt ez? A nyugi tesa. Minden állatot meg lehet etetni azzal a... azzal a növénnyel, amelyiket követik, hogyha nálad van. És hogyha megeteted, hát akkor párzani fognak. És akkor az kis csibe, ami idővel felnő. Adjál már még egy magot.
Nem igaz. Én mondjuk a csirkéket csak tojásra meg húsra fogom tartani. Na végre, gyertek. Hol maradt a másik kettő? Psz, gyere, gyere, gyere ide, Buksi! Gyere már! Betépté, gyere már! Halló, mag van nálam! Ez hülye. Mit szívott ez? Na jó, gyere te. Most milyen egyiknek se kell? Kapjátok be! Mi ez itt? Mi világít? Semmi? Az jó. Ezt én is szeretem, a semmit. Hello. Gyere. Úristen, ezeket elvezetem hazáig, addig megdöglök. Na, kövessetek. Azért mondom. Ah, nincs is olyan messze. Csak estig érjek haza vele. Gyertek, gyertek. Hol vagyok? Gyertek, gyertek. Ó, baszki. Siessünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Aj. Ó, bassza meg. Hopp, 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 azzal vigyázni. Gyertek. Ha! Van csirkém. Jó. Ez volt a csirke. A marhát, vagyis a tehenet, a disznót, azt hiszem, hogy... Ja, a disznót azt a strépával, a tehenet búzával, és a... azt is, hogy hívják, azt bárányt is búzával lehet elcsalni. És megetetni. Csak nem tudom, honnan szerzek én most répát. Búzám az meg még nincsen. Még mindig nem ért meg. Majd mindjárt megér, következő reggel. Ó, ezt én innen kiszedem, hát ez nem igaz. Nagyon idegölő. Hat darab, mit kezdjek vele? Mindjárt beestüledik. Alszok és következő nap szerintem már meg lesz érve. Csak előbb ezt itt learatom. Ha! Van kettő darabom. Ebből lapot lehet csinálni, vagy cukrot, a cukrot azt... Fú, de idegesítő ez a zene. Csak hagyja abba, könyörgöm. Na szóval, a cukornádból cukrot, vagy papírt lehet csinálni, papírt könyvekhez lehet használni, meg a... könyveket, meg ilyen íráshoz, meg varázskönyvekhez. A cukrot meg hát fűtéses, főzéshez lehet használni. Ugye idegesítő zene, megölök valakit. Ki volt az az idióta, aki ezt berakta a játékba? Várjunk csak, itt mi van? Ó, hát tudtam én. Na, nézzük meg, elért már. Menj ma! Végül is nem baj, mert még mindig nincsen másik ketrec. Mert ugye én most be akarok hozni tehenet, meg bárányt egyszerre. Ahhoz meg még kell ketrec? Na, ne akadjál! Idióta zene miatt van, fogadjunk. Ugarj! Ne akadj! Stop! Stop in fire! Oh, hát megy ez nekem.
Jó. Akkor... ide. Úgy de hangos. Ne csináld már. Ja igen, egyébként a bárányból báránybundáját lehet leszedni. A tehénnek meg, hát a tehén meg húst ad, bőrt meg tejet. Nagyjából. A bárány ad meg csak bundát. De érdemes a bárányról levágni, és nem leölni. Mert hogyha levágjuk ollóval, az ollót így lehet megcsinálni. Így. Amit én most nem fogok, mert nekem most még nem kell. Ollóval, ha levágjuk, akkor az 3-4 bundát ad. Ha meg megöljük, akkor csak egyet. Fa kell. Ja, van. Mindegy. Az is kell. Na, ajtót csinálok még a kerítés, pajtához, vagy mi az, kerítéses valami. És akkor jöhet a tehén. Ugye? Már megért. Csak megért már a búzám. Tényleg tehenet, vagy bárányt fogok hozni? Azt se tudom. A francba, ezt el is felejtettem. Ide föld kell, mert abból legelnek. Ó, a fenébe. Ne, maradj! Hú. Hülye állat. Na jó. Szerzek gyorsan földet, mert muszáj. Abból legelnek. Különben meg se nőnek a kicsik se. És nem tojnak tojást se. Naj, nem már. Mindenhol zombi van, ezt utálom. Kell egy jó 20 darab. Lehet, hogy holnap egész nap itthon maradok, azt csinálom ezt. Úgyis csak gyakorlat van, az meg nem fontos. Annyira. Ugye? Gyakorlat az nem fontos. Elméletileg nem. Na végül is mit mutatnak ott, hogy kell betonozni? Ezt tudok magamtól is. Fogom a cementet, meg a betont, összeöntöm. Ja nem, fogom a cementet, a betont meg a sódert, összeöntöm az egészet, összekeverem egy nagy katlanba és kész a beton. Ha! Ezt csinálja utánam valaki. Túlisten vagyok. Ezt nem lehet überelni. Ja igen, egyébként 2 rétegnyi földnek kell minimum lennie, hogy kinőjön rajta fű, mert ha csak 1 réteg van és alatt a homok, akkor ott semmi nem lesz, semmilyen fű. Előző részben mondtam, hogy cannabiszt kéne terjeszteni. Bele kellett volna rakniuk a játékba. Szerintem feldobta volna a hangulatot. És körbe kell, hogy legyen véve a föld. Földdel, nem homokkal kell, hogy körbe legyen véve. Jó, oda tömörültetek? Féltek tőlem, vagy mi? Nem is árt, ha féltek tőlem, persze. Kár volt homokba építkezni. Ne kövessétek el utána ezt a hibát. Na, itt elvileg
Legalábbis remélem, hogy csak kinő egy kis fű. Annyi már csak elég lesz nekik. Ha! Nem jössz ki! Gonosz vagyok. Na, megérett már? Megérett! Na végre. Ilyennek kell lennie. És... adott. Búza. 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 Ide csalok most gyorsan legalább egy-két bárányt. Mi ez a hülye hanglin? Ez betemetem, mert ijesztő. Aj, nem áll, ezt utálom. Mindig kiráz a hideg tőle. Ha! Na, bárányok. Figyeld, az összes jön, júj! Gyertek, kis báránykáim. Gyere, kell a búza vagy nem? Akkor viszont jönnöd kell. Gyerünk, hülye bárány! Mehe, neked is hülye bárány. Gyertek. Mi ez az idegesítő hang? Ez a hang. Mint ha valaki tojást rakna, vagy ilyesmi. Persze csak tippelek. Honnan tudhatnám? Még nem voltam odalent. Jaj! Teleportáló bárányok. Az a menü. Vissza, vissza, hülyék! Gyere, hülye bárány. Gyere be! Be! Gyere be! Mekkora folyén gyáros vagyok. Na. Gyere be! Édes Istenem, ezt a bárányt még ma megölöm. Neked is hülye tehén. Ja, nem, te bárány vagy. Na, arra felé. Na már. Na jó, ti akartátok. Ha! Gyertek, búza! Hát ezeket már az se érdekli. Ó, hogy cseszétek meg. Oh! Ez ijesztő volt. Édes Istenem. Akkor gyertek be itt, idióták. Bebe. Gyere, kell. Kell, kell a papi, mi? Gyere. Ez hova ment? Hát ez betépett. Gyertek ide a végébe, hogy be tudjam zárni. Ha! Na most ki a nagy főnök? Na, tűnés. Tűnés. Ki akarok menni. Ha! Megérett már? Még mindig nem. Na, alszok még egyet, addig tuti, hogy meg fog írni, utána azokat is szaporítom, hogy legyen több bárányom. Na, de most már fog kelleni az olló is. Úristen, de ijesztő hangjuk van. Meg lesz az első báránynyírásom. Jobb egér gombbal. Jobb egér gombbal. Kopasz bárányok, vagyok, mint a kopasz pudlik. Na. Megnézem ezeket, ha eldobom, akkor nője ott csirke, földből. Ebből nem nőtt semmi. Na, most már tuti, hogy megérett. Nem. Na mindegy, szóval értitek, így kell.
Ennek vége. Csapó. Stop.